your guns go pow pow. Kezed, akkor te úgy mindent megtettél, hogy el is rejegválgatottig, vagy úgy edzegettél, és majd csak lesz valahogy, tehát melyik? Volt olyan időszak, amikor edzegettem, és majd lesz valami, de azért egy idő óta én tudatosan építem magam, és tudatosan élem úgy a minden nap témát, hogy itt legyek a legjobb között, és nagyon jó teljesítmény, csak mind a vállalatodban, mind a mondtad, hogy volt olyan szép az a műkocsik, hogy edzegettél, és majd csak ez valami, ez így a tínédzser évek, amikor így az hát, ember lázad, meg úgy mindenféle dolog hirtelen kinyílik előtte. Igen, azt mondanám meg, 12-től 14 éves koromig jár voltam, mint a befőtt. Sőt, annyira vissza is mennék, hogy én majdnemokban is egy labdát, úgy kellett vissza ráncigálni az edzőimnek, illetve a szüleimnek. Ne hagyjam már abba, mert ugye kicsit elegem lett. De mi? Hát, ideg is volt a víz, nem is játszottam nagyon, úgyhogy azt mondtam, hogy nem elég volt, és akkor nem akarok. De aztán elsikálták az ügyet, és elbeszéltek, hogy ne legyen ez. És annak felmelegítették a vizet, vagy? Nem, továbbra is fáztam. Figyelned, vagy mennyire figyelsz oda, hogy mit egyébként? Odafigyelek, de ez a szerencsés helyzetben vagyok, mert a genetikám az olyan, hogy nagyon lassan tudok felszedni. Akár izmot, akár zsírt, viszont nagyon könnyen el tudom égetni, és nagyon hamar lemegy. Úgyhogy azért nem vagyok nagyon elborulva ezekkel a kajákkal, hogy mikor mennyit és mit teszek, de azért próbálok odafigyelni. Van kedvenc? Vagy mi a kedvenc fogás? Vagy kedvenc konyha étel? Van, igen, nekem a spanyol konyha. Nyilván az olasz, úgy gondolom, hogy majdnem minden embernek a kedvencenek. Én is szeretem, de én a spanyolt az én kis tapasztalatot sokkal jobban kedvelem, úgyhogy azt tudom mondani. És egyébként tudsz főzni? Tudok. Már nem annyira jól, mint a Tóth Marci barátom, de tudok. És azért szoktam minden héten elkészíteni. Próbálom változatosan kombinálni akár a csirkét, akár a tengeri halakat. Ismerek itt nem messze egy nagyon jó halat volt, ott onnan szoktam beszerezni az alapanyagokat, és akkor azt szoktam elkészíteni.